Sziasztok! A mai videóban a triót fogom nektek megtanítani. A játék során minden kártyára szükségetek lesz, és attól függően, hogy hányan játszotok, kártyák kerülnek az asztal közepére, illetve a kezetekbe. Mi most egy háromfős játékot fogunk előkészíteni, tehát az asztal közepére képpen lefelé 9 kártya fog kerülni, és minden játékos kezébe szintén 9-9 kártya fog kerülni. Miután megkaptátok a kártyáitokat, tartsátok őket titokba, és rakjátok őket növekvő sorrendben, valahogy így. Természetesen az, hogy milyen kártyák vannak a kezetekben, sose áruljátok el játék közben. A játékban az lesz a célod, hogy összegyűjts 3 darab triót. De mi is az a trió? Egy trió 3 ugyanolyan kártyából áll. Ha össze tudsz szedni 3 triót, azonnal megnyerted a játékot. Viszont a játékot egy másféleképpen is meg tudod nyerni. Ha teszeded össze a 7-es triót, akkor függetlenül attól, hogy kinek hány triója van, azonnal megnyerted a játékot. Most, hogy tudod, mi a játék célja, nézzük meg, hogyan működik maga a játék. A saját körödben maximum 3 kártyát tudsz felfedni, vagy középről, vagy valamelyik ellenfeled kezéből, vagy a saját kezedből. Ez nem kell más tenned, mint hogy megkérni az áldozatodat, hogy mutassa meg a legkisebb, vagy a legnagyobb lapját. Természetesen, hogyha középről fordítasz fel lapot, akkor nem kell kérned semmit, egyszer megfogod, és az adott kártyát felfordítod. De nézzünk meg egy példát. Tegyük fel, az én köröm van, tehát 3 kártyát felfordíthatok. Úgy döntök, hogy ezt a kártyát megnézem, és látom, hogy egy 3-as. Tegyük fel, hogy ez nem az első forduló volt, tehát nagyjából tudom néhány játékosról, mi lett a kezében, és emlékszem, hogy ennek a játékosnak a legkisebb lapja szintén 3-as. Tehát megkérem, hogy mutassa meg a legkisebb lapot a kezéből. 2 kártyát felfordítottam, mind a kettő ugyanazt a számot mutatja, tehát eddig jó vagyok, viszont fel kéne fordítanom egy 3-at, és lehetőleg annak 3-asnak kell lenni, hogy megnyerhessem a triót. Viszont nincs több információm, ezért vaktában megkérem ezt a játékost, hogy mutassa meg a legkisebb lapot a kezéből. Ez bizony egy 4-es, tehát a 3 szám nem ugyanolyan, nem nyertem meg a triót. Ebben az esetben minden kártyának vissza kell jutni az eredeti tulajdonosához. Tehát ezt a kártyát visszakapja ez a játékos, ezt a kártyát ez a játékos, ez pedig ide visszakerül. Ezután pedig a tőlem balra ülő játékos következik. De egy pillanatra forgassuk vissza az időkerekét. Ugye ott tartottunk, hogy az egyik ellenfelemtől elkértem a legkisebb lapját, ezt pedig felfordítottam, és jelenleg mind a két kártya ugyanaz. Fontos, hogy saját magadtól is kérhetsz kártyát, ugyanúgy a legnagyobbat, vagy a legkisebbet. Én ebben az esetben azt mondom magamnak, hogy mutassam meg a legkisebb lapomat, ami szintén egy 3-as, tehát van egy trióm. Ilyenkor az adott kártyákat begyűjtöm, és magam elé rakom. Ezzel jelzem a többieknek, hogy egy trióm már van, és nekem már csak 2 kell összegyűjteni ahhoz, hogy megnyerjem az egész játékot. Összefoglalva tehát, amikor rátkerül a sor, 3 helyről fordíthatsz fel kártyákat. Vagy az asztal közepén lévő kártyák közül, vagy az ellenfeleitől a legkisebb vagy legnagyobbat, vagy a saját kezedből a legkisebb vagy legnagyobbat. Azt is fontos megjegyezni, hogy ezeket bármilyen kombinációba használhatod. Tehát mondhatod azt, hogy 2 fordítasz fel innen, egyet magadtól, egyet-egyet egy ellenfelettől, vagy akár azt is mondhatod, hogy mindegyiket középről fordítod fel. Viszont vigyázz! Ha középről fordítasz fel, nagyon fontos információkat árulhatsz el a többi játékosnak. Bármikor, amikor felfordítasz kártyákat és különböző számok jelennek meg, a körödnek azonnal vége van, és a kártyákat vissza kell tenni az eredeti helyükre, tehát vagy az asztal közepére, vagy az ellenfeleid kezeibe, vagy a saját kezedbe. És pontosan azért, mert mindig vagy a legkisebb vagy a legnagyobb lapot tudod magadtól, illetve az ellenfeleidtől elkérni, a 7-es különösen értékes, ugyanis ez mindig valaki pakliának a közepén lesz, és ez le kell bontani a kezét alulról vagy felülről. És fontos megjegyezni, hogyha a 7-es triót nyered meg, függetlenül attól, hogy kinek hány triója van, azonnal megnyerted a játékot. És azt is fontos megjegyezni, hogyha valahonnan elfogynának a lapok, például középről, értelemszerűen onnan már nem tudsz lapot felfordítani. Szabályban ezen kívül találhattok egy csapatjáték módot 4 és 6 játékoshoz, vagy éppen egy pikáns módot, de ezek felfedezését már rátok bízom. Így működik tehát a trió. Ha szabállyal kapcsolatban bármilyen kérdésetek van, írjátok meg kommentben, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Addig is a következő videó egy jó játékot, én Dávid voltam, hello! És hogyha érdekelnek hasonló társasjátékos tartalmak, akár bemutatók, akár szabálymagyarázó videók, akkor kattintsatok ide!